24. A karácsonyfa díszítő verseny. Az erdei állatkák nagyon készülöttek a karácsonyra. Idén azt szerették volna, ha az egész erdő díszbe borul a karácsony estéjére. Meghirdették hát, hogy aki a legszebben feldíszíti a lakóhelyét legközelebbi eső fenyőfák egyikét, az nyeri a karácsonyi hétfogásos lakomát. A családok neki is láttak a díszítésnek. A legjobban a madár család haladt. Kiválasztották a legmagasabb fenyőt. Színes bogyókat és fagyöngyöket gyűjtöttek. Hamar díszbe öltöztették az erdő legmagasabb fenyőjét. Nyusziék összeültek tanácskozni. Hamar kiokoskodták, hogy a legszebb csak az a karácsonyfa lehet, amelyik illatos a répákkal van feldíszítve. Összeszedték hát a legszebb, legkövérebb répákat és felaggatták. Sőt, a fa tetejére csillaggyanánt még egy fej ropogós káposztát is kitűztek. A hörcsögök aranyló kukorica szemekkel díszített fával neveztek a versenyre. Mókus család pedig formás makkocskákat és mogyorókat aggatott a közeli kis fenyőre. A szomszédságokban lakó egér család az ablakból nézte a lelkesen készülődő erdőt. Mi is benevezünk a versenyre? Kérdezte a fehér kisegér. Sajnos mi idén nem tudunk karácsonyfát díszíteni, mondta anya szomorúan. Tudod, a kis testvérkét betegsége miatt épp hogy a napi betevőt meg tudjuk teremteni. Üres az éléskamránk. A beteg kisegér nagyon elszomorodott. Pedig milyen jól jött volna nekik ezen a karácsonyon, ha ők nyerik a lakomát. A fehér kisegér látta beteg kistestvére arcán a csalódást. Elhatározta, ha törik, ha szakad, de egér család is benevez ma a karácsonyfa díszítő versenyre. Jó melegen felöltözött és útnak indult, hogy az erdőből összegyűjtsön karácsonyfára való díszeket. A hótakaró az egész erdőt befette, sőt, még a fák ágait is. Jó sokat bandukolt, jó messzire elhagyta már az egér lakást, mégsem talált semmit, néhány pici szürke tobozon kívül. Nagyon kimerült volt már, alig tudott lépkedni a nagy hóban. Ráadásul kezdett sötétedni is. Ahogy hazafelé tartott, látta a többi állatcsalád odójának ablakán keresztül, milyen vidáman készülődnek karácsony estére, sütnek, főznek. Finom illatok lengik körül a házukat, és a szépen feldíszített karácsonyfájuk készen áll a megmérettetésre. Amikor üres kézzel az egérlak elé ért, nagyon elkeseredett. Felmászott az egyetlen picike fenyőfa tetejére, és keserves sírásra fakadt. Csak úgy ömlöttek a könnyei, kis idő elteltével zajt hallott. Erdei kisállatok csapata épp arrafele szemlélte a feldíszített karácsonyfákat. A fehér kisegér gyorsan abbahagyta a sírást, letörölte az utolsó nagy könycseppeket, és lemászott a fenyőfáról. Pont addigra ért oda a csapat. Ámulattal állták körbe a fehér kisegeret és a kis fenyőfáját. Közben szülei és testvérei is kiértek az egérlapból. Ilyen csodálatos karácsonyfát még életemben nem láttam, örvendezett beteg kis testvére. A többi kisállat meg sem tudott szólalni a meghatódottságtól. Fehér kisegér megfordult, hát nem akart hinni a szemének. A pici karácsonyfára a nagy hidegben ráfagytak a könycseppei. Gyémánt bevonatban tündökölt az egész fa. Olyan gyönyörűen ragyogott a telihold fényében, mintha ezernyi tündér szórta volna tele varázsporral. Így történt, hogy a szegény egér családnak lett a legszebb karácsonyfája, és nyerte meg a karácsonyi lakomát. Kellemes, boldog ünnepeket nektek, és boldog karácsonyt! Holnapra van egy mesénk, de mára nagyon szép estét, és remélem, hogy ez a kis mese kiütötte Kevint a nyeregből. Sziasztok!